Köszöntök mindenkit a csatornán, ismételten The Long Dark túlélőjáték videósorozat következő epizód, és még mielőtt bármibe is belekezdenék így mondandó ügyileg, már is nekiindulunk utunknak, ugyanis itt lenne az ideje találni feszítővasat. Ugye egyetlen egy irányba nem mentünk eddig el, arrafele, legalábbis amióta újra kezdtem játszani a játékot ebben a második szezonban. Erre még nem mentünk, úgyhogy most itt az ideje, és akkor amíg itt sétálgatunk, hiszen ez egy hosszas walking szimulátoros jellegű játék, ha valaki eddig nem tudta volna, és csak valahonnan ide csöppent így a csatornára, azok kedvéért elmondom. Szóval fönn akadtam egy hóbuckát. Istenem, de szerencsétlen nyomorult ez az ember. Hát lépd már át ezt a szerencsétlen hóbuckát, azt haladjunk. Szóval még mindig nem sikerült találnunk feszítővasat. Úgyhogy itt lenne az ideje. Csak most reményeim szerint ebben az irányban már fogok találni. Itt ezek a tervek. És akkor a feszítővassal már egész jól tudunk majd haladni. Akkor még vissza tudok jönni ide a fővárosba, és tudunk tenni-venni ezt-azt. Ki lehetne nyitni jó néhány öltözőszekrényt, meg autók hátsó csomagtartóját föl lehetne feszegetni. És a legnagyobb esély ilyen eddig fel nem tárt autókban van, hogy találják esetleg egy feszítővasat így. Azok már farkasok. Aha, ehhez is. Látjátok, ott a lakat kell kellene hozzá. Kellene, hát ez az. Kellene hozzá feszítővas. Ilyen autók ülés alatti kárpitos részénél szoktak elméletileg lenni. De hát igazából a játékon múlik, hogy mennyire kegyes hozzánk, hogy találunk-e. De nagyon jó lenne már. Nagyon jó lenne már találni. Jó, ez annyi cuccom van, hogy ezzel most nem foglalkozunk. Menjünk tovább. Föl lehet nyitni a motorát? Nem lehet, be van horpadva, úgyhogy nem. És látjátok, itt is érdemes körülnézni, hátha, de nem. Hát az a hátha ebben a játékban, ez nem annyira válik be sajnos. Na szóval figyelnünk kell, mert farkasok ólálkodnak a környéken. Itt virnyogtak, vonyítottak. Vonyítgattak, úgyhogy csak óvatosan. Őket jól lenne elkerülni. Ezt fölnyitom. Hát, mindegyikhez feszítővas kell. Hát annyira fontos, hogy egyszerűen nem is értem, hogy a játék miért spúroskodik vele. Hogy legalább egy darabot, tehát elméletek több darabot is lehetne találni egy játékon belül. De hát ki tudja, hogy hol. Adjuk. Tovább. Kicsit futok, nehogy itt áll valami pitty-putty jöjjön szembe. Egy bundás pitty-putty farkas formájában. Jó, szönnyítjük így. Legalább ebbe legyen már egy istenverte valami hasznos. És killódjak itt tovább, hát killódjak. Na hát, ha a templomba lesz. Fakopácsok is vannak, jó van. Dolgoznak szépen. Lehet hallani, ezt is felnyitjuk, hogy itt már jártunk. Ez is feszítővas igényű. Annyi mindent lehetne csinálni feszítővassal, hogy el nem tudjátok képzelni. Mert hát el tudjátok, ha láttátok mondjuk ezt a videósorozatnak az elejét, nagyon az elejét, hogy játszottatok már ezzel a játékkal. That'll come in handy. Rendkívül hasznos, de nem erre lenne szükségem most. Na, hátha az atya meg az úristen házába, hátha. Szerencsénk lesz. Majd hátul is körülnézek, hátha itt az épületek mögött van elrejtve. Hallom, ide hallom én is, igen, ide hallom. Ja, várjátok, nem így van, le kell térdelni, oda kell menni, és oda kell menni a oltár elé, és úgy kell csinálni. Így, és le kell térdelni, így kecsin. Ó, áldassék meg az a szentséges Jézus Krisztusnak az etves faszára, húzza rá beléje azt a mocskos nagy gáz fűtéses kurva szentségit, hogy idén télen szarrá fogunk fogyni, amen, megint ki tudja kifizetni az áramot, meg a verését, de én nem tudom, az biztos, hogy én nem. Amen. Elnézést, bocsánatot kérek a vallásos nézőktől.
Nekem ez nagyon fontos, hogy ezt lehet le tudjuk. Belépünk templomba, meg ilyen helyekre, ritkán járok templomban. Ha egyszer ide jutok, akkor az fontosnak kotorjuk ki. Hát ki kell lootolni a templomot is, nem érdekel, hogy mit találunk, valami csak lesz. Újságpapír. Valakinek unalmas volt a Szent Mise, elhozta az újságpapírt olvasgatni. Hoppa, ott a Szent Biblia, Holy Biblia, itt van. Látok, itt a Holy Biblia. Itt biztos, hogy nem. Második sor, hármas szék, igen. Ott biztos van valami, mondtam én, ott van. Stacy Soda. Excellent. Szinte mondhatni, hogy excellent. Valaki elhozta a Szent Misére, mert túl akarja élni a misét, mert nagyon hosszú, és akkor el kell hozni. És akkor be is lehet gyújtani akár. Ott a Mützli szelep. Hát 52% az baracbefőtt. Valaki baracbefőttel jön misére, Szent Misére. Mikor itt kaphatna elméletileg a Szent Atyától ugye ostját, meg misebort. De neki nem az kellett, neki mindenféleképpen barac konzerv kell. Egy baseball sapka. Gyújtófolyadék. Még egy Holy Biblia. Meghallgattatott az imám, atya úristen! Meghallgattatott! És még aludni is lehet mellette, hát éljetem már ezt, látjátok? Látjátok, hogy érdemes hinni? Hinni a Szent Lélek meg a atya úristennek a csodájában? Érdemes hinni. Érdemes hinni. Hát köszönöm szépen! Mindent köszönök! Amen! Na, ha megéri imádkozzani, na. Ezt akartam csak mondani. Szóval, de ha majd reggel jöttük, akkor nyilván tovább is megyek, de olyan jó lesz visszamenni a városközpontba ezzel a feszítővassal, hogy el nem tudjátok hinni, és most már tudom nyitni itt akár a autó hátsóját, és egyből hasznos dolgokat fogunk találni, majd remélem. Hát ez most bal szerencse. Na majd visszafele nyitjuk a többit is, és egyről haladjunk a farkasok irányába, de csak óvatosan. Innentől már kim vagyunk tényleg a vadonba. Messze vagyunk a hazánktól már. Ott, én már látom, ti még nem látjátok valószínűleg, de én már látom. Ott egy farkas úr. Azokat érdemes lenne kerülni. Mindegy, van nálam balta, tehát ha megtámad, akkor majd jól megbaszoktatjuk. Itt van egy kerülő út, tehát nem kötelező a kijelölt irányba menni. Úgyhogy én megyek a shortcuton, jó? De csak azért, mert ott tényleg ott a farkas, tehát nem nagyon szeretnék vele szembe találkozni. Ezért egy kicsit figyelgessünk is, mert ezek átmásznak még a dombon is. A kiszagónak. Bár elvileg olyan játékbeállítással játszok, hogy nem szagolnak ki olyan könnyen. Na jó, nem akarom magamra írni a figyelmet, ha nem muszáj. És itt high groundon kell menni, high groundon, onnan mindent belátok. Ha valami veszély leselkedik ránk. Nyugalom. Ott egy... Az Isten áldjon meg tégedet, te szarvas, te! Itt ijeszgetsz ittem. Hallja, szarvas úr? Láttam farkast ott a főmezőn. Szerintem bújjál el szépen. Minél hamarabb, mert nem jó helyen járkálsz. Higgyed el, nem jó helyre mész. Ne arra menjél, most mondom, arra farkasok vannak, forduljál vissza! Mondom ezt én, aki túlélő vagyok, tehát elvileg én is levadászhatnám a szarvast. Na szóval itt van egy ilyen kabinos történet. Benézünk. És ez azért jó, mert legalább ment a játék, hogyha bármi történik. Ott van egy tetem, mert ott a madarak mászkáznak. Az jó, mert itt van ugye... Van faszém. Hát ott nem sok minden van, mint látom minden föntről. Csak egy budi. Úgyhogy azzal nem foglalkozunk, marad a házikó. De az érdemes körülnézni kívül is, hátha. Elvétve, mit tudom én, de nem. Ez a gázpalackot mondjuk jó lenne hazavinni, mert mondjuk az a fűtés idén télen ez nagyon gázos. Ó, vaj, cédrusfa? Azt azért elhozom. Sose lehet tudni, hogy mikor kell fűteni. És akkor ide benézzünk, legalább mondom, ment a játék. Minden esetben, hogyha ilyen hely, új helyszínre menjünk, jobban a sorban látszik, hogy mentettünk és konténer. Van itt egy pamus sapka.
De viseltes rohagyom, meg olyanom nekem is van. Bár azt az enyém szarabb minőségű, úgyhogy erre majd lehet, hogy lecserélem. Igen. Petroleumum. Nem sok, de azért magában van. Barkács azt itt lehet craftolni, ezt most már többször nem mondom el. Egy sima könyv. Hopp, ennivaló. Müzli. Is it food or... Méghozzá új. Nemrég járhattak itt valami munkások. Ó! Ez nem érdekes, ez viszont érdekesebb, hogy van. Ez is egy új műzliszer, mondtam, hogy nem régóta jártak itt. De a feszítővas, hogy megvan, komolyan mondom, semmi. Semmi nem érdekel innentől kezdve, csak az, hogy van feszítővasunk. Farmer, hát, arra ugyannam már jobb dolgaim vannak. Én az ő fákját azt itt hagyom. Petróleumot az semmiképp, az bármikor jól jöhet, főleg, hogy barlangászni megyünk. Petróleum lámpa nélkül nagyon megszívnánk. Egy doboz kávé, hát legalább jó minőségű. Haditengerészeti fákja. Ez a Timberwolfok, tehát a vérfarkasok ellen jó. De... zokni. Sportzokni, hát. Annyi szövetem van, hogy most ez nem lényeges. Jó, mehetünk. Az nem érdekes most az első segélydoboz, tudom, hogy azt is átletett volna kotolni, de nem. Most nem. Itt nem megyünk egyenesen, most már elméletileg megkerültük a farkast. Azért, és kóvatosan. Itt van egy tetem, tehát biztos, hogy itt jártak farkasok. És ha minden igaz, itt van egy barlangrendszer is, ott az elágazástól jobbra. Csak az a baj, hogy őrzi a farkas, úgyhogy hehe. Úgyhogy vigyázni kell. Itt van a közelben a Wolf úr, itt van a közelben. Itt van a barlang nem messze, úgyhogy ezt most már ezt megkockáztatom, egy picit futok, jó? Való itt van a szikla mögött egy barlang, azt lehet, hogy nem kéne kihagyni, ha itt vagyunk. Bár lehet, hogy ez hazárdírozás egy kicsit. Tele van szarvassal a mező. Nem csodálom, hogy itt vannak, ólálkodnak itt a farkasok. Nyugalom, szarvas urak, békével jöttem. Kivételesen most. Nézgelődök, hát ha. Átutazóba vagyok, nyugi. Galoppozzatok el nyugodtan. Hogy nem, nem. Valahol itt van egy barlang, de szerintem az korábban van. Majd visszafele, hogyha van kedvem meg. Ja igen, az ott volt, ahol a farkas volt. Már emlékszem, ugye körbe mentem, shortcuttal körbe mentem, azért kerültem el a barlangot, nem baj. Az elvileg visszafelé is ott lesz a farkas, úgyhogy... nem valószínű, hogy visszafelé is lesz lehetőségem ebben foglalkozni, viszont ott... azért benézhetünk ide. Hát ha... valami. Érdekesség van. Aha! Aha! És itt le is lehet menni, ez nem gáz. Jó van, csönd legyen. Egy tábor, egy hulladék. Ezt a fát elhozzuk. Ez csak fenyő, az nem érdekes, olyat tudok én is vágni magamnak. Vadászpuska, de a vadászpuska lövedék az érdekesebb. Puska lőszert azt hozzuk. Milyen állapotban van a puskád, mester úr? Hát úgy látszik, hogy el... What have we here? Pedig volt nála a sürgősségi szteroidnek, hogy nem élte ezt túl? Ez elképesztő. Minden esélye meg volt a túlélésre, hát biztos csak megfagyott. Teljesen váratlanul. Végül is. A tél az már egy jó ideje itt van a nyakunkon, csak lehet, hogy nagyon hirtelen jött a tél, mint a Holnap után című filmben. Egy nap alatt jött a jégkorszak. Ezt a paromságot. Na. Na jó, a globális felmelegedés az nem vicc viszont, tehát az valóban sajnos működik. Nem véletlenül kapunk ennyi jelzőfákját, tudják, de tudja a játék pontosan, hogy itten farkas helyzet van. És már hátsó ülést is átnézzük. Nem mindig van ott valami, de hát ha néha, néha apránként előfordul, ki tudja, ha szerencség van. I think I can use this. Jufa, az mindig jól jön, mehetünk. Tovább.
És egy szarvas urázdálkodik. Inkább megkerülöm, nem akarom őt elijeszteni. És nehogy azt higgyétek csak, hogy az egy farkas hord, biztos, hogy lesz itt még a környéken, csak óvatosan menni. Itt lesz hamarosan a vízesés. Most már mögöttem bunyítanak a farkasok, akkor nagy gond nincs. Jó. Mielőtt arra tovább mennék itt erre, ahol mutatja a növényzet, hogy lehet menni, erre átmennék, mert itt elméletek találhatunk ezt-azt. Itt a kanyomba. Mindent meg kell nézni, főleg amire emlékszem. Azokat a helyeket érdemes átnézni, hogy hát, ha ott egy döglött szarvas. Ez egy csodálatos vízesés. Hát nem egy Victoria, de vízesés. Nem emlékszem, hogy van itt barlang, valahol van. Szerintem itt nincs, de ha tovább megyünk, akkor ott lesz. A híd után lesz egy barlang valahol, azt majd át kéne kotorni. Jó, lehet egy kicsit haladni. Látjátok, folyamatosan nézelődök, hát ha valami olyan dologba bukkanok, ami inkább erre megyek, ez nem annyira meredek. Jó. Ezeket a nagy gajakat is egyébként, ha van valami, ez cédrus, ez elég jó lég. Cédrus tűzifa állítható elő belőle. Ez egész jó hangzik, csak most nekem erre most nincs szükségem, meg nem is akarok ilyet cipelni, hasznosabb dolgokat akarok cipelni. Tudom, a tűzifa is nagyon hasznos. Szó ne érje a házelét, a tűzifa is baromi hasznos dolog, csak még ennél is hasznosabb dolgokat szeretnék találni. Ott van valami. Ez egy ilyen bebújós, barlangos rész. Szerintem esetre volt itt egy korábbi csontváz. Valaki itt már jól lakott előttünk. Mindegy. A lényeg az, hogy ezt az autót most átkotorjuk. Azért fölnyitom a biztonság kedvéért. Biztos, hogy nem jövök ide vissza többet, de azért... Tudjuk, ó... Hope I can still eat this. Ez a jutalmunk, hogy eljutottunk egészen idáig, oké. Okay. Jó. Hátsó, újságpapír van, csak ott hagyjuk. Jó. Meg volt ez is. Arra már nem megyünk, mert az csak egy ilyen beomlott cucc. Mehetünk visszafelé. A főváros felé, ott rengeteg dolgunk van a feszítővassal, úgyhogy induljunk meg inkább hazafelé. Milton város egyenesen, azt írja nekünk a tábla. Akkor menjünk arra. Be lehet kukucskálni, ott nincs semmi a hátsó ülésen, akkor csak ide. Oké. 1,63 kilós, nehéz, meleg, tóbéléses parka, a legkiválóbb korszéranyagból készítve. Ha ezt megvarjuk, ebből a játék legjobb kabátja. Már is rendelkezésünk rá. Could end up being useful. Úristen, már ezért megérte ide jönni. Pillanatra ránézek, ha megengeditek, hogy ha ezt most föl akarnám venni adott esetben. Ugye van nekem ez az ódivatú parkám, ami ugye 100%-ra már föl lett varva, ezt csak nektek mondom, mert gondolom ti nem láttátok, mert nem vettem fel videóra, szóval videón kívül megvartam 100%-ra a parkát, és így 3 fokot ad hozzá. És ez ugye át is van nedvesedve, plusz ugye 34%-os az állapota, de ez feljavítva, hogy ez egy expedíciós parka, biztos, hogy 3 foknál mind a kettő jobb lesz. És hát ugye az 50%-os vízállóság, az nagyon jó. Védelme is van, szóval ez egy nagyon jó kis tudsz lenne, csak meg kell varni 100%-osra, és bravo. És ha már itt vagyunk, ezt a viseltes pamut sapkát lecserélem erre. Mert ez is viseltes, értitek? De nem annyira viseltes. Látszik rajta, hogy itt van egy ilyen nagyon csúnya csík, és ezen is, tehát ugyanúgy néz ki, de látható, hogy itt 63%-os, szóval ezt érdemes hordani. Ezt maximum anyagként tudom elképzelni továbbiakban. Jó. Szuper. Vissza. És akkor menjünk haza. Most már.
illetőleg, ugye van még egy barlangos rész, csak ott ugye ólálkodik egy farkas. Idefele jövet menet láttuk, úgyhogy ezzel majd óvakodni kell a törpe farkastól, óvakodj a törpétől. Menjünk innen, mert itt magasabbról látom a helyzetet, ha valami wolf helyzet van, akkor hamarabb belátom. Most tudunk sietni is, mert nem vagyunk annyira fáradtak, és legalább tudunk haladni is, kicsit. Amíg a csík engedi persze. Amennyit a test megkíván, addig tudunk futni. Ezt átnéztük ezt az autót? Nem jutottam fel a motorháztetőt. Na ezért kell felnyitni, mert akkor látom, hogy mi van. Igen, átkutattuk. Ezért látjátok? Mert most így hirtelen azt hittem, hogy mégse, de egyébként igen, de különben, hogyha felnyitottam volna korábban, akkor most nem is lenne kérdés, hogy hát nyilvánvaló, hogy nem kell, hogy szóval menjünk haza, szóval értitek. Nem kell vele az időt baszni. Most egy kicsit futunk, jó? Igen, igen, tudom, fárasztó, igen, most egy kicsit futunk. Elágazásig legalább bírjad. Itt voltak ugye, itt volt az a szarvasmező, még mindig itt vannak, és itt volt, az, itt volt nem messze valahol a farkas, aki jól lálkodott. Nem kér őt megzargatni. Bár mondom, van nálam fejsze, tehát ha rám támad, akkor ízé porrá zúzom az agyát. Vagyis hát elijeszteni, megölni nem tudom a baltával sajnos, csak elijeszteni. Pedig jó lenne fejbe baszni egy úgy, hogy kihasadjon az agya, ha rám támad. Trógenyó. Nem van pillanat. Nyuszik? Menj el rá a farkas a nyuszil. Na azokat basztassa. Itt az elágazás, ugye mehet menni fölfele, ott voltunk, nem arra megyünk, hanem jobbra, vagy ha balra, csak a, ugye nektek jobbra, a szembeütök a tévével, már pedig gondolom, hogy szembeütök vele. Akkor ugye, itt már jól lakott a farkas, mert úgy látom, itt egy tetem. Ha más nem, ebben már jól lakott. Egy hulladék. Faszén volt nála. Termál aláöltözet, ennél sokkal jobb cuccaim vannak, úgyhogy köszönöm, nem? Na, itt van ez a bujkálós rész, itt átbújjunk. Csak óvatosan, mert túladon lehetnek élőlények. Jalala, hihú, hihú, hihú. Na most figyeljünk, mert most benne vagyunk a farkasverembe egy nyakig. És ha minden igaz... Mindig az ellentétes irányba mozgunk, ha el akarjuk kerülni. Megnézzük a mozgás irányát, így már jók vagyunk. Elmileg ott arra... Baszódj meg! Legalább látjuk most, megnézzük a mozgás irányát. Egyelőre nem szúrt ki minket, reméljük ez így is marad. Hát... Erre jön? Jó, azt hiszem kiszúrt minket, mehetünk. Futi! Így felhívjunk magunkra a figyelmet, de nem érdekel. Nem szeretnék a farkasokkal most leállni, hanem muszáj. Ez nem farkas, ez farakás. Majdnem farkast olvastam ott a bal felső zsarú. Nem, ez farakás. Na. És akkor elméletileg nagyon jól csináltuk, mert lesortkátoltuk az egészet. Csak ugye ott volt egy-két autó, ezek itt, ezt nem kéne itt hagyni. Ugye ezek elméletileg nyithatóak a feszítővassal, de ide a farkas úgyse fog lejönni. Ekkora mozgástere azért nincsen. Igen. Eddig elég is menni, nem is megyek tovább. Nem tudom irányába, ez már így jó lesz. Is it food or? Ugye energiaszelet 26%-os, felvesszük. Sőt, meg is eszem, mit szóltok. Már így is rám fél egy kis ennivaló. Ha 26%-os, akkor kell egy kis... Ha kell egy kis energia, volt egy ilyen reklámszlogen is, pont egy ilyen csokinak. Jó, mehetünk. És akkor ott a másik autó.
Ezt is megnézzük, közben elkezdett gyönyörűen havazni, ez nagyon jó. Én egyben vagyok öltözve, úgyhogy nagyon nem fázok emiatt. Feszíts! Hát ez a legjobb, egyik legjobb sapka a játékban, hanem a legjobb. Csak meg kell varni, már csak 39%-os. Na, akkor tipli haza. Milton erre, tökéletes, gyönyörű szép vizes és balra lá. És akkor itt van még bőven mit csinálni a feszítővassal, hiszen öltözőszekrények vannak a bankba például, más nem mondjak, szóval ezeket ki lehet úgy feszegetni. Meg egy rakásautó. Úgyhogy érdemes hazatérni. Kiszom már egyet, mert úgy látom, hogy megszomjaztunk eléggé karakterügyileg. Van egy ilyen bontott sűrített tej, ezt már elkezdtem enni reggelire. Mielőtt elkezdtem a videófelvételt, ezt megettem, igen. És... hát... legyen ez. Egy Fanta. Helyi Fanta. Kanadai Fanta, és azért ezt eldobjuk. Csak így. Nem szeretek szemetelni, tudom, de néha muszáj. Ne gyűjtsük ezeket fölöslegesen. Jó, és addig ki is pihente magát, amíg itt frissítettünk. Akkor megjöttünk Milton városba, és itt aztán... ha emlékeztek rá, dugig voltunk autóval, ami felfeszegetni való. Feszítővasra vártak. Például ez lehet az első ilyen. Ezeket azért tényleg alaposan átnéztem, csak hát ugye ezeket nem tudtam eddig felfeszegetni. Itt az ideje. What have we here? Hát ilyen nem van. De mivel hogy ez cipő és a bőr az mindig jó jön, ezért elhozom. Majd szétbontom bőrnek. Jó kis kiszállított bőr. Na akkor... mivel ez a főházikunk eleve ahol lakunk, ezért ezt hagyom a végére a bankot. Ott az ráér, menjünk erre először. És akkor kezdjük itt a feltárást ezeknél az autóknál. Ezt még nem néztem át, pedig az nyitva volt eddig is. Ha lett volna benne egy feszítővas. És ez, itt nem respawnolnak a tárgyak, mielőtt még valaki azt gondolná, nem? Itt csak a maximum a farkasok tudnak respawnolni. Nem, ezt már átnéztem. Egyszerűen a hátsó csomagtartót maradt eddig ki. Teljesen érthetetlen módon. Jó? Mindegy, következő. Most el fogunk ezzel cseszni. Valószínűleg az egész epizód erre fog elmenni, úgyhogy... esetleg ezt a... turkálós részt, ezt nem annyira kedvelik, azok menjenek át a következő videóra. Ha már kész van, ha nincs, akkor értem szerintem, hogy nem tudjátok. Viseletes gyapjú sál, az jó. Az jó. Egyre jobb. Futi, 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 futi. Eddig meg kell állni. Jó, tovább. És most itt vannak szemben még autók. Ezeket megturkáljuk. Hope nobody needs this anymore. Paszki, mennyi katonai bakancs. Hihetetlen. Következő. Szítsd fel, öcsém. Mi van ebben? Gyufa. Hát nem, ez nem, ez sem. Köszönöm. És akkor itt van egy shortcut, tudunk menni. Körbe menni. Az nem érdekes, tovább. Ezek minden átnéztünk, és itt van még néhány autó. Ezeket még érdemes lenne próbálkozni velük. Gyufa. I could use this. Kapjuk, kesztyű. Kösz. Menjünk erre inkább. Itt is van egy autó, kimaradt. Hátsó farzat ügyileg kimaradt. Jó, hát igen, nem mindenhol találunk mindig mindent. Minden nem sikerülhet. És akkor ez az utolsó itt. És aztán elmenjünk a benzinkútra is, jó? Mert az még bőven belefér. Oda is feszítő vas kellett, hogy bejussunk. Még egy apjúsá. Wow! Jó lesz a kiegészítő helyre, elvileg oda kell, ha jól tudom.
Jó, mehetünk akkor irány a Banzinekút. Remélem jól állunk még. Húha, 28 kiló. Jó, a benzinkutat még túl fogjuk élni, akármit is találunk ott. Viszont a benzinkutat is csak ezzel a feszítővassal tudtuk behatolni egyáltalán a benzinkútba bele neki. De itt van nem messze, tehát látjátok, nem mentünk messzire. És csak szépen havazik, és így szívesen közlekedek. Ez olyan hangulatos. Mégse vihar van. És itt is volt egy autó, aminek a hátsó fertáját szintén ezzel a feszítővassal lehetett megbuzerálni. Meg is jöttünk. És akkor itt az autónk. A mi autónk. Suzuki. Itt a reklám helye? Á, gondoltam. Jó. Akkor remélem, hogy nyitva vagyunk. Ez csak feszítővassal nyitható a benzinkút, hogy megy. Bekopogunk. Legalább ment a játék. Jó. Hát akkor ezt a kis boltot kéne átnéznünk, hogy mi van barackba főtt. Szinte mindent elhozunk, ami hasznos. Hát a chips az pont nem hasznos. Nem. És itt most jössze jó alaposan, mert szóval sok mindent lehet itt találni. Ez egy nagyon hasznos. Ha ide be tudunk jutni, az azt jelenti, hogy már előre haladottabb állapotban vagyunk a játékban, tehát elvileg a játék adni fog olyan dolgokat is, ami esetleg a továbbhaladásunkhoz is fontos lehet. Például készpénzt. Nem, az nem. Az nem. Jó. Oké, akkor ezt nem erőltetjük egy doboz. Az evezőlapát nem vihető, sajnos. Hátjátok, az nem vihető. Utófolyadék. Hát itt festék, ilyen bizbaszok vannak, az nem kell. Ó, barack befőtt, az minden körülmények között. Kutyatáp az jó, ha van. A szardinia konzerv az nagyon jó, az legalább ehető, úgy ahogy. Nem a legfinomabb, de ehető. Az ATM, ugye no cash, írja, hogy hát nem működik, sajnos a pénzszállító autó ma nem jött még. Majd nézzük hónap át, ha hoznak készpénzt, mert vennék már ki lassan ATM-ből. De ne idehozzák, ha esetleg jönnek a pénzszállítók, akkor majd meg kell mondani neki, hogy ne idehozzák, hanem be a bankba, a fővárosba, mert ott lakom jelen pillanatban. Azt a címet kell neki megadni. Hűtőszekrény. Hát a tej az továbbra is drága, de most már nem annyira drága, mint egy évvel ezelőtt. Most már nagyon fölment a valóságban is az ára, úgyhogy körülbelül reális áron van ez a 6 dollár. Egy üveg tejjel, az szerintem teljesen reális ár. Most már sajnos. Nem hittem volna egy évvel ezelőtt, hogy eljutunk ide, akkor még kiröhögtem, hogy ilyen drága a tej. Hát most már nem röhögök rajta, annyira. Ez mi? Egy repohár? Gyakorlatilag, csokiszelet. Jó. Energiaital. Wow. Jó tud jönni adott esetben, ha mondjuk megszorulnék energiaügyileg, az... Ez mindenképp hasznos. Ez mi? Repohár. Ez is egy csomó repohár. Itt egy rakattal. Ha valaki ilyen repohár mániás, itt meg tudja találni magának. Na, és itt a klotyó. A klotyó az mindig... Hú, hát ez penészes. Hát igen, ez megállott. Jobbnál jobb. A klotyókat nagyon imádom, főleg ebben a játékban. Ki is isztuk a klotyót. Csak vigyáznunk kell, hogy túlsúlyosak legyünk. Már hogy plusz túlsúlyosak, nem. Alapból is azok vagyunk, ezt már mondtam most, hogy... Ez okám, néni. Hát a bőr miatt ezt el kéne hozni sajnos. De... És ennek jó gyapjú sapka. Wow! Wow, az jó hangzik. Nem hiszem, hogy találnék olyan gyógyszert, amivel még nem rendelkezem, úgyhogy ezt nem erőltetjük. Valaki bedobta az újrahasznosítóba a konzervdobozt, köszönjük szépen, hogy figyeltek erre. És itt is vannak ilyen nyitható szekrények. Ja, itt is ezzel is ugye ki lehet feszegetni, mert ugye ez lakatos. A hátsó kijáratot. Hálózsák, abból már nekem kettő is van, úgyhogy ezt már nem fogom elhozni, mert még itt csak egy kiló. A viharlámpát már megjavítottam korábban. Úgyhogy nem kell ilyen használt viharlámpa. Csupa hasznos dolog.
Ki ez a chips buzi, aki itt volt korábban, most nem azért. Hasznosabb dolgok nem tudott volna ide tenni. A revolvert például, mert azon még nincs. Nem itt a félnék a farkasoktól, tehát... Csak hát annyi revolver lőszerem is van. Puskám is van, puskát sem hozom magammal, mert 4 kiló. A kis revolver az nem 4 kiló, az sokkal szívesebben cipelném magammal egyébként. Cédrus tűzifa, hát most tűzifára most nem tudok vinni, mert annyi is eléggé túl vagyok. Túl vagyok tolva. De a gyufát azt mindenképp elhozzuk. Még egy bőrcipő, az a bőr miatt elhozom. Ez hasznos lehet. Revolver lőszer, mondom, annyi revolver lőszerem van már, de... De magát a revolvert még nem adta be a játék. Na. Hát az öltöző szekrényben van. Ez már feszegetős, feszítő vas kell emlőzve. Igen, van a bankban, csak el ne felejtsem hazafelé. Ó, bazd meg a nagyítódat. Nagyító, kitől kapta? Tehát a nagyító. Jó. Hát néztük ezt is, még volt. A klotyót kiittuk. Hátul voltunk. Persze itt volt a repohár. Akkor ennyi. Kifeszítjük, hogy mind a két... Biztonság kedvé mind a két ajtó legyen nyitva, ha már... Itt voltunk, jó? Oké. Jó, mehetünk szerintem. Mehetünk szerintem haza. A lényeget átnéztük. Hát túl sok értelme nem volt ide eljönni, de... Megpróbáltuk hát, ha van valami hasznos. Nem volt. Jó van. Meg ne szakadja. Kis futástól. Ez gyerekek, ez az új generáció. Biztos ez a csávó se volt katona. Fogalma sincs, nem vitték be katonának sem. Önkéntesen se volt se. Ez a baj gyerekek, hogy nincsen hadiszolgálata férfiaknál. Ez a baj. Meg kell tanulni gyerekek, az új generációnak meg kell tanulni ezt, hogy hogyan kell futni, kitartani, hogyan kell túlélni nehéz helyzeteket. És azt már a mai fiatalok nem tudnak túlélni. Okos telefonokon főnőtt generációtól mit vár az ember? Semmit. Életképtelenek. A fiatalok többsége sajnos. Tisztelet a kivételnek. Na nézzük. Ugye elméletek csak a bankba volt, ha jól tudom, ilyen nyitható szekrény, úgyhogy oda is megyünk. Most már tudsz futni? Köszönöm szépen. Annyira kedves vagy, hogy... Tudunk haladni. Itt a Milton Credit Union Bank. Ja, harmadszor jövök ide, mert ugye egyszer elfelejtettem a széfet kinyitni, most meg ugye már van feszítővasan, most már tudunk haladni a szekrények, szekrényügyileg is, ott benne nem volt, ott vannak hátul. Itt is volt, el ne felejtsük, itt is volt. Nem. Véletlenül nyúltam rá. Ja, itt is van egy rongyos bőrcipő, ezt is elhozom a bőr miatt, hiszen most már nem megyek messzire. Jó, akkor csak ott volt. Csak itt megláttam, hogy öltöző szekrény, aztán azt hittem, hogy... Na! Fegyvertisztító készlet. A puska tisztításához használható. Nem csodálom, hogy ezt ennyire féltették! Nehéz csavart kötésű gyapjú szvetter. És még könnyű is, csak fél kiló. Egyik legjobb. Energiaital meg alapból is jön velem, tehát ez nem kérdés. Nem csodálom, hogy ennyire féltették ezt. A széfet ugye már kinyitottuk benne, meg már nem volt semmi. Jó. Én azt hiszem, hogy kilútoltuk mindent, amit én úgy gondoltam, hogy ki lehet lútolni ott a környéken. Úgyhogy visszatérünk a házikunkba, és megnézzük, hogy miből élünk. Nem hagytam ki semmit, ha jól tudom. Igen, az megvolt, az összekrényeket még a kocsikat felnyitottuk, arról jöttünk, arról mentünk. Igen, szerintem rendben vagyunk most. Mehetünk haza. Elintézzük az ügyes bajos dolgunkat, aztán... Innen tudjuk folytatni majd a következő napon frissen üdén. Na, összegezzünk akkor. Először is ugye fáradtak vagyunk, de hát hosszú út volt, értelemszerűen, viszonylag hosszú út volt. Ezt a kötelet majd ne hagyjuk itt, hogyha megyünk tovább esetleg a következő régióra. A rejtélyes tó irányába fogok menni, ha ez mond valakinek valamit, remélem, hogy mond. És akkor nézzük át, hogy mit ütöttünk, egy rakat gyufát. Ezt én mindenképpen ide kigyufázom magam. Ebben 24 darab van. Ilyet még nem is láttam, ez szerintem újdonság. Ez valami upgrade. 24 darabos gyufára nem emlékszem, hogy valaha is találtam volna, eddig 20 volt a max.
Most már jó tudni, van 24 darabos is. Biztos érezték a fejlesztők, hogy kevés. Kevés, de nekem, még, nekem eddig még akárhányszor játszottam a játékkal, mindig elég volt a gyufa, és mindig találtam bőven, úgyhogy... Ez egy extra. Ez egy családi csomag. Az off-szereknél is egy időben ráírták, hogy családi csomag, több kiszerelés. Ez igen, ez egy ilyen családi csomag, nagyobb kiszerelés. Ezt a 20-ast is eldobom. Fölvettem egy cédrus tűzifát, ugye? Hát ebből is annyi van már itt, de semmire nem használtam. Gyújtottam be egyszer se, lehet, hogy majd most be kéne. És akkor itt a gyújtó folyadék. Ezt is kipakoljuk ide. Ja igen, ez a energy drink. Ez hasznos lehet, még ezt egyelőre kidobjuk. Ennivaló. Annyi ennivalót szedtem megint, hogy csak rám fog rohadni, attól félek az összes. Menjünk alulról először. Innen induljunk el. Mert ugye a lejárati idő szerint próbálom csomagolni. Ezt meg is eszem, ezt a chipset. Mert semmit nem ér, beef jerky. Ez kb. Annyit is ér. Meg se tudta enni, hát nem csodálom. Meg se bírja enni, hallod. Kidobom a farkasoknak, egyék ők a beef jerkyt. Ha jöttök idefelé, itt a postaládánál megtaláljátok mocskos beef jerkyt. Fúj, odavaló, oda szemétre ki. Odavaló ez a junk food. Semmi kalória. Hát a kalória tartalma van, éppen az a probléma, hogy van kalória tartalma, viszont tápértéke, az kurvára nincs semmi. Úgyhogy haszontalan egy élelmiszer. Van még nekem egy másik is bontatlan. Na. Pillanat. Pi. Még kávém is van. Azt mikor szedtem én fel kávét? Egy ötös kávé. Akkor még lelkesen gyűjtögettem biztos. Van egy sós keksz is amúgy. Annyi mindent szedtem össze. De öröm, atyám, ezt mind rakjuk most ki egyelőre. Meg a vízből is szerintem hagyjunk magunknál egy picit. Iszom belőle, és többit kidobom. Egészséged. Úgy, többi az most egyelőre viszlát. Ja. És itt van még egy rakás petróleumom. Úgy. Egy petróleum. Még egy petróleumom. Jó. Szedtem össze, nem tudom miért, de szedtem össze. És beszartam a farkasoktól ilyeneket, ilyen fáklyákat. Jó, kirakom a lőszert szokásos helyre. És magamhoz veszem a vadászpuskát, most, kivételesen. Lőszer ki. Úgy a másik oldalra a magnum lőszer. Valaki nem tudna, az egy fegyvertípus a magnum, nem a fagyira gondoltam, a mélytorkos fagyira. Na szóval varrókészlet, az 16%-os, azt nyilván használom. A feszítővasat akkor se dobnám ki, hogyha ezzel folytogatnának. Ez most annyira örülök, hogy van, hogy nagyon. És van három szövetem, ami még hasznos is lehet. Ugyanis, először is kezdjük ott, hogy van ez a vadászpuskám. És mivel, hogy van fegyvertisztító készletem, amit nemrég találtam, ezt a vadászpuskát az akció keretein belül most már meg tudom tisztítani a fegyvertisztító készlettel. Itt van a tisztítás. Ez erre való, úgyhogy érdemes használni. Tehát nagyon sokáig tart ennek is a tisztítása, úgyhogy... Ezt most meg kell, hogy várjátok, amíg én megtisztítom a hosszú puskámat. 51%-os, hát ez 100%-ig fel lehet ezzel pucolni. Tudom, hogy álmos vagy, tudom, régóta tisztítod a fegyveredet, igen, régóta polírozod a puskádat, de megvan a 100%, hála Istennek. Úgyhogy tudunk most már 100%-osan puskázni. Csak az a baj, hogy közben ránk esteledett és rohadt sötét van, úgyhogy használni kell egy ilyet. Jó. De egyre úgy használom a puskát, ezért lerakjuk ide. Meg lett tisztítva. És mellé ide a fegyvertisztító készletet, mert 45%-et tudok vele tisztítani. És most az következik, hogy azért megyek ki a udvarra. Mert odakint van annyi fény, hogy esetleg a ruhákkal még tudunk kezdeni ezt-azt. Hát eléggé szar idő van, úgyhogy... De hát olyan ruháink vannak, hogy itt mondjuk alapvetően fedve is vagyok. Mert ő fúj a szél arról? Szerintem arról, úgyhogy bebújunk ide. Na, így gyakorlatilag szélvédett helyen vagyunk, és itt tudunk nyugodtan foglalkozni a ruhákkal, tehát. Bármennyire is fáradtak vagyunk, azért arra még biztos van idő, hogy egy-két ruha nem üt azért
szétbontsunk. Ugye jelen pillanatban a játéka talán egyik legjobb cipőjét viselem. Ennél nem is tudom, hogy van-e jobb. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy... hogy jó néhány cipővel nem fogok fel. Munkásbakancs például nem érdekel. Begyűjtjük. Erre is rá fog menni még a fél éjszaka is, de most rászállom, nem érdekel. Majd utána alszunk. Itt ugye a másik, ez sokkal rosszabb minőségű, tehát ez is nagyon jó. Kiszárított bőrnek. És amíg nem annyira fáradt a karakterünk, addig még úgy... ez ott fáradt, mert másítozik, de... hát ez... szinte semmire nem jók ezek a katonai bakancsok. Én sokkal többet gondoltam a katonai bakancsból, mint ami valójában benne van, úgyhogy... ez max fegfejebb kiszállított bőrnek, jó, semmi másnak. A csicserének a madarak, mindjárt föl kell a nap, akkor ez azt jelenti. Rengeteg bőrnek való cipőt gyűjtöttem, ez szerintem jó dolog. Úgyhogy lesz bőrünk bőven. Annyi, hogy nem is kell ennyi, de lesz. Jó, még ezt csináld meg, aztán jól állunk utána. Tudom, hogy álmos vagy, mert az egész napot meg az egész éjszakát most átkérdünk. Ez egy hosszú nap ez a mai kész. A két zokni nagyon jó, 100%-os van, ugye gyapjú jéger alsóm, az is egész jó állapotban van, a munkanadrág 74-76% alapvetően jó. Ez ugye nem jó, de a kiegészítők helyére még majd kell egy-két dolgot gyűjteni. És akkor a viseltes pamut sapka. Kapásból lekerül. Jó. És ebből a kettőből van ugye egy jó, meg egy rongyos. A rongyost azt mindenképp begyűjtjük. Jó. És a sál, azt nézem, hogy most, hát nyilván nem a sál a legfontosabb most. Ez a 78%-os is 1-5-1-0-8-0-4, hát ez a sál, ez... nem. Nem, egyszerűen semmiképp. Ide fölvesszük a... a kanadai sapkát felvesszük. És a sálat azt engedjük el. Nincs értelme vele killódni. Tudom, be fogod mindjárt csukni a szemedre, mondjuk nem örökre. És akkor ide felvesszük, igen. Jó, 78%-os, 89%-os teljesen jó. Itt van ez a rongyos expedíciós parkánk. Már kell fel a nap, gyerekek. Aztán minden. Na jó, iszunk egyet odabent, és akkor alszunk egy kicsit, és akkor visszatérünk, jó? Mert ez így tényleg nem fogja tudni megvarni a ruhát, ilyen fáradtam. Hullafáradt, na még az utolsó gyufaszállat. Az utolsó gyufaszállat is meggyújtom. Ezt csak magamhoz veszem, amíg felmegyek az ágyba. Kicsit álmos vagyok, elnézést. Itt a Sea of Cheese-be be vagyok rúgva. Na, jó, viszlát. Jó, szóval iszunk, mert éhen fog dögülni a szerencsétlen karakterünk. Ezt így, ahogy van, megisszuk az egy liter vizet. Alszunk rá egyet, és akkor utána varrunk, jó? És mi maradt is, nem is volt akkor annyira szomjas. Aludjunk egy, most ne sokat, 4 órát, jó? 4 óra alvás, és akkor annyi most jelenleg elég lesz. Jó, nagyjából, hát nem sokat, de kipihente magát, nézzük tovább akkor a ruhaneműket. Szóval volt ez az expedíciós rongyos parka, ezt kéne feljavítanunk. Próbáljuk meg. Nem garantált a siker. Ja, igen, a varrókészletem tönkre, mert le kell menjek egyél, gyorsba. Javíthatatlan, hát tudom. Hát, kidobom így a ház elé, azt se. Jó helye lesz annak ott kint. Milyen köd van. Pedig szörda van ma. Na. Van itt már egy ilyen szemét lerakó helyem, én mindig bízom benne, hogy jön majd a szelektív hulladékos szemetes, aztán viszi. Ja igen, ez már nem használod ott sajnos, majd ezt remélem elviszik majd idővel. Azt a mindenit, tökömig nem látok, gyerekek, olyan köd van.
Hát igen. Az időjárás változékony, napság. Szóval, hol is tartottunk? Ott tartottunk, hogy kell egy másik varrókészlet. Szerencsére már gyűjtöttem korábban, itt is van egy csomó. Egyet felveszünk. Anyagom meg elméletileg van, úgyhogy tudom folytatni a varrást. Ugyanis 64%-os az expedíciós parka, erre még rá kéne javítani. Egész jó varrok. Hibátlanul. Az 94%-ra fölvarta, oda nézed. Igen. Ugye, ami most rajtam van, ez az ódivatú parka 3-3. Most megnézzük, hogy megérte-e. Megérte. Oh! 3,7 Celsius fok a hőtartása. 94%-os, amit nem is 100%-osan. 5,6 Celsius fok a szélállósága. 50%-os vízállóság. Jó, csak egyet mutatok. Jelen pillanatban a hőbónuszom, ami eddig is kegyetlenül jó volt, 23 Celsius fokos, most ezt felveszem. Egyből egy fokot ugrott. Csak mondtam. És akkor ide az esőkabát, ami egyébként baromi jó, mert 1 fok, 3 fok, 30%. Az igaz, hogy ez csak 20%-os, de egy kicsit melegebb is talán, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez jobb, mint az esőkabát jelen pillanatban. Ha nem is sokkal, de egy picit talán jobb. Igen. Igen, mindenképp cseréljük. Hát akkor ez, az esőkabát eddig nagyon jó használt. Ha nagyon jó használt vettük az esőkabátnak, de könnyes szemmel megválunk tőle. Mert annyival jobb ez az ódivatú parka, meg a másik parka, hogy pff, ezt elmondani nem lehet. Ezek 26 Celsius fok. Azt a kurva. Halljátok, normál esetben, ahol most itt ülök, itt van körülbelül 18 fok. Értitek? 18 fok. Ezek 26 fokos hőérzetem van ebben a ruhában, tehát gyakorlatilag izzadok. Értitek? Hónom alá, mind a tökömön is folyik az izzadság ebben a 26 fokos beöltözésben. Normál esetben ebben a játékban ez most nagyon... Értem, hogy behogy vagy költözve, hosszú szárú kesztyű, minden szírszar. És még föl... Ja, váltak, a Kovicsiánsz vettel az nagyon jó. 2,419. De itt van még ez a vastag gyapjú pulóver helyett halászvetter. Ami 91%-osan, 1,4,1,8, minden tekintetben jobb. Minden tekintetben. Úgyhogy cseréljük át. Az a vastag gyapjú pulóvernek köszönjük szépen az eddigi közreműködést. Tudom, hogy megint álmos vagy, nem aludtunk sokat, mindjárt visszafekszünk aludni. Legyi türelemmel egy kicsit. Ez a jó munkanadrágot pedig megvarjuk. Remélem még azért nem annyira fáradt, hogy ne tudja megvarni. Nem mondom, hogy tudok várni már, megtanultam rendesen. A farmert meg biztos, hogy le fogom cserélni, biztos, hogy fogok találni még jó munkanadrágot, úgyhogy ennek nincs jelentősége. Csak olyan ruhaneműt varrok, amit már valószínűleg nem nagyon fogok lecserélni, úgyhogy... Hát ilyen például ez a gyapjú sapka. Ezt azért rá lehetne varni erre is egyet-kettőt. Többet, mert nem sikerült. Istenem már... Szerintem fáradt a karakter. De az előbb akkor miért tudtam megvarni? Na azért mondom, na most már 100%-os. Ne bénázzá, a 89%-os az tökéletes. Jó, 93, 97%-os, 97, 91, 100%, wow. Jól állunk nagyon. Két zokni, tökéletes, cipő tökéletes. Én azt hiszem, hogy fel vagyunk készülve arra, hogy esetlegesen egy hosszú útra nekiinduljunk. Valószínűleg ez is fog történni, elhagyjuk ezt a Milton város helyszínét, szerintem semmi értelme a továbbiakban itt maradni, és akkor a következő epizódban nekiindulunk a talán már általatok is ismert rejtélyes tó völgyére, és arra folytatjuk az utat. És majd remélhetőleg, csak ugye jövőbeni terveimet is elmondjam, terveink szerint majd az út vége, az a legújabb régióban fog végződni, a Black Rock, azaz a Fekete Szikla régióban, oda tervezek majd eljutni, de hát ez még nem mostanában lesz, úgyhogy ez még egy pár részt azért ki kell, hogy bírjatok, amíg odáig eljutunk, de terveim szerint a legújabb térképet is, a Black Rockot is be fogom nektek mutatni ebben a videósorozatban, ami, hogyha esetleg tetszett nektek, nyomjatok egy lájkot, iratkozott fel a csatornára, és tartsatok velünk a következő epizódban is. Addig pedig szerezzétek be a játékot, meg a magyarítást, a The Londark című játék PC-s verziójához, és sok sikert kívánok nektek a túléléshez. Hamarosan remélhetőleg veletek együtt ismét találkozunk, és folytatjuk a túlélő Eskimo túlélő játékot, ezt a Eskimo szimulátort. Addig is minden jót kívánok nektek, sziasztok!